nagyon örülök, hogy laptopot kaptam, mert így sokkal könnyebben megy az online oktatás. Ugye most ez jött be, így kell tanulnunk. És hát valljuk be, nehezebb, de viszont sokkal könnyebb így, hogy laptopot kaptunk, mert gyorsabban tudunk tanulni és figyelni is. Pár Sándorral mi egy hosszabb távú kapcsolatban vagyunk a líceummal. Már 2014-ben még a református szeretetszolgálat elnökeként ő többször meglátogatott bennünket. 2014-ben, amikor a nagy áremelkedések voltak itt Ukrajnában, akkor a szeretetszolgálat élelmiszercsomaggal segített bennünket. Aztán 2018-ban, amikor az iskolát berendeztük, akkor szintén Pál Sándor elnök úr segített nekünk a berendezések beszerzésében, határon való átszállításában. Ez egy óriási segítség volt, mert egy szinte új iskolát kellett berendezni. Korábban 5 tantermünk volt, ez 13-ra bővült, úgyhogy nagyon sok mindennel segített minket, amit áthozott nekünk. Azóta is a gyerekeknek tanszercsomagot biztosít. Az idén 50 tanszercsomagot kaptunk mi, illetve nagydobronyi cigány roma oktatási intézmények is kaptak tanszercsomagot tőle, illetve a hátrányos helyzetű, jó eredményű diákjaink kapnak tőle pénzbeli támogatást, ösztöndíjat. A legújabb programunk pedig az volt, hogy szeptemberben 10 diákunk kapott számítógépeket, laptopokat a Te is segíthetsz alapítványtól, amit az online oktatásban nagy sikerrel tudnak használni. A diákjaink közül sajnos nem mindenki jön olyan szociális háttérből, hogy ezeket a gépeket meg tudja magának engedni. A tavaszi online oktatási periódus megmutatta számunkra, hogy nagyon sok diák nem rendelkezett számítógéppel, csak mobiltelefonjuk volt, illetve többen sok gyerekes családból jönnek, ahol van mondjuk egy számítógép, de lehet, hogy 3-4 iskolás gyerek is sorba áll, hogy ahhoz a számítógéphez oda tudjon jutni. Így aztán tényleg óriási segítség volt, hogy ezeket a laptopokat be tudtuk szerezni, és most, hogy újra át kell térnünk az online oktatásra, sajnos emiatt a vírus helyzet miatt, már hasznosulnak is ezek a számítógépek.